A birkafőző fesztivál nem csak egy gasztronómiai rendezvény a Nagykunság fővárosában, hanem a város marketing legfontosabb eleme. Nem csak egy rendezvényről beszélünk, ez a város életében egyrészt egy ünnep, hiszen az egész város erre készül, minden család szeretné megmutatni azt a hagyományt, azt a féltve őrzött receptet, amelyet ő őriz hosszú évtizedek, évszázadok óta, és hát valóban, és én mikor körbenéztem, akkor azt láttam, hogy egyre többen vannak fiatalok a főzőhelyeken, és tanulják, hogy hogyan kell elkészíteni a hungarikum karcagi birka pörköltet, hiszen ez egy különleges recept, de az országban egyedülálló módon készül a karcagi birka pörkölt, és valóban ezt nem nagyon lehet megtalálni a különböző szakácskönyvekben, ez tényleg apáról fiúra, családon belül öröklődik, és hosszú évekig, aztán évszázadokig ragaszkodik mindenki ahhoz a pici kis különbséghez, ami az ő családjára jellemző. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő úrral beszélgetek itt Karcagon, a Birkafőző Fesztiválon. Képviselő úr, minden évben látjuk, hogy itt főz a családjában. Milyen helyet foglal el a birkafőzés tudománya? Hát a birkapörkölt itt a Nagykunságban egy ünnepi étel, és hát nem hagynánk itt a családdal, hiszen sógorommal, édesapámmal itt vagyunk minden évben, és akkor jönnek a gyerekek, ők is segítenek nekünk. Ez egy ünnepi étel, és a Birkafőző Fesztivál Karcagon az egyik legnagyobb ünnep. Barátokkal, ismerősökkel, rokonokkal, régi osztálytársakkal találkozunk, tényleg egy ünnepi alkalom. Azt szokták mondani, hogy a hagyományokat ápolni kell, de mégsem, hanem a hagyományokkal együtt kell ugye élni. Hát ezek a hagyományok olyanok, hogy a mindennapi életünk része, hiszen itt a Nagykunságban, hogyha van egy összejövetel, akkor birkapörkölt van. És ez egy élő hagyomány, és nem egy valami múlt, nem egy múzeumban való dolog, hanem amit minden nap mi is fogyasztunk, sajnos nem minden nap, de azért elég sűrűn, és együtt élünk ezzel, és ez a legjobb az egészben. És azt látom, hogy az én fiaim is megtanulnak főzni. Ifjabb Huba Imre úrral beszélgetek, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnökével a Birkafőző Fesztiválon. Látom, hogy már elő van készítve a kondérban a birka test. Mi a jó birka pörköltnek a titka? Jó reggelt kívánok! Hát először is az, hogy minden karcagi birkából kell, hogy följön, fölétől a farkáig, az egész birkának benne kell lenni. Nyilván jó, hogyha minél idősebb a jószág, hiszen ha már nincs foga, abból tudjuk, hogy legalább 5-6 éves, és abból lehet igazán jó birkapörköltet főzni. A húsát nem szabad apróra vágni, hanem ilyen gyufás katuja méretű kockákra szoktuk darabolni, és bele szoktuk tenni a perzselt lábat, a perzselt fejet, a fejet fölvágva, sóval, borssal, piros paprikával befűszerezve, gatyamadzaggal összekötve, és ehhez hozzáteszük a pacalt, hozzáteszük a pörkölt és darabolt lábat, és amikor ez az egész a saját levében már megpirult, akkor teszünk hozzá majd a hagymát, a piros paprikát és a sót, és más fűszerrel már nem szabad fűszerezni, ettől lesz karcagias az ízesítése. És igazából mivel a birka az egyik legfantáziadúsabb jószág a világon, mert minden húsa bár ugyanabba a pörköltbe fő bele, de mégis mindegyiknek más íze van. Ezért nagyon fontos, hogy fülétől a farkáig egybe legyen az egész birka belefőzve a pörköltbe, és amikor tálaljuk, amikor fogyasztjuk melegen, akkor egy kis kenyérrel, esetleg aki vájta bízlésű, az ehhez hozzá egy kis krumplit, bármihez Karcagon nem preferáljuk, de gusztus dolga, és ha kenyérrel, egy kis jófajta pálinkával, vörösborral vagy fröccsel megsegítjük, akkor úgy fogja gondolni a birka, hogy nem a kutya ette meg, hanem valami jóféle ember, valami egészséges ember, aki tudta, hogy mit kell hozzá fogyasztani. A karcagi birkapörkölt az ételek közül elsőként 2013-ban lett hungarikum. A magyarságra jellemző, kimagasló minőségű, komoly hagyományokkal bíró, elkészítési módjában pedig egyedülálló. A Karcagi Birkafőző Fesztivál országosan is az egyik legnagyobb, legkomolyabb gasztrokulturális rendezvény, amely a hagyományos ízek őrzése mellett a családok, a baráti körök összetartozását is erősíti, hiszen ilyenkor tízezres résztvevői kör gyűlik össze, ünnep, hiszen a birkapörkölt karcagi mód elkészítés egy ünnepi étel. Családok találkoznak, barátok, cégek, kollégái, munkatársak, a városból elszámozottak, és messze tájakról is érkeznek vendégeink, épp az előbb kazasztáni vendégekkel találkoztam.
sokat beszélünk arról, hogy milyen fontos a hagyományok őrzése, de igazából itt arról van szó, hogy ez egy élő dolog, hiszen a karcagi birkapörkölt elkészítésének a tradíciója az családokon belül öröklődik, ma is sok fiatalt láthatunk itt, akik főznek, és ez messze több, mint egy puszta ételrecept. Sőt, a mostani nap a hungarikumoknak egy ilyen felvonulása is, hiszen a karcagi birkapörkölt mellett azért itt a Ferdinánd, a karcagi sütemény, az eredetvédett hungarikumnak minősülő karcagi szilvapálinka és birsalmapálinka, de a makói hagyma, a szegedi és kalocsai piros paprika is jelen van, kürtős kalács is készül, tehát egy csomó olyan érték van itt, amiben gyönyörködhetünk, és aminek a finomságát azt meg is ízlelhetjük. Varga Mihály pénzügyminiszter úrral beszélgetek itt Karcagon a Birka Főző Fesztiválon. Önnek mik a gondolatai ezzel kapcsolatban? A birka pörkölt már régen több, mint egy étel, egy karcagi, egy nagykunsági ember számára. Ez az az étel, amit körbe lehet ülni. Családban, nagyobb közösségben elfogyasztjuk, beszélgetünk közben, meghányjuk, vetjük a világ dolgát, és megpróbáljuk azt a hagyományt átörökíteni, amit mi is az előző generációktól kaptunk. Ez tehát nem csak arról szól, hogy elverjük az éhségünket, hanem egy közösségteremtő erő is, egy olyan dolog, amely a hagyományok átörökítésén keresztül hozzá tud járulni a nemzeti identitás, a szabadság, a függetlenség gondolatának a megerősítéséhez. Ez a fesztivál mindig alkalmazkodik azért a környezethez, ahhoz a változó időhez, ami körül fog bennünket az elmúlt 3 évtizedben most már. Ma sokkal fontosabb az itteni emberek számára is, hogy a közösségi kapcsolódás keressék, a közösség lehetőségét keressék, hiszen mindenki számára világos, meg egyértelmű, hogy a közösségen keresztül tudunk összekapcsolódni, és nagyobb erőt kifejteni arra a kicsit fölkavarodott káosszal teli világra, ami Magyarországot körülveszi. Tehát ez a birkafőző fesztivál azon túl, hogy itt a helyi embereknek egy alkalom az összejövetelre, azt az üzenetet is megfogalmazza, hogy vannak hagyományaink, vannak tradícióink, vannak értékeink, amiket meg kívánunk őrizni, és tovább kívánunk adni.